Csuka, süllő és német bucó. Ez az a három halfaj, amelyek közül kiválasztják a 2020-as évhalát. Kettő fogható, egy védett közülük. Zsankó Ferenc a szombathelyi csónakázótónál horgászik, süllőre vár. Pontyakad legjobban, de a legkedvesebb halom az a királyok hala, és a halak királya, az a fogassüllő. Az enyém is az. Igen, és azt szeretném jó kék farkut fogni, már az már 2 kiló körül, már kezd megkékülni a farka vége. A három hal közül kettő megtalálható Vas megye vizeiben. A német bucó a Rábában él, ritka és fokozottan védett faj, azonnal vissza kell engedni, ha ilyet fog ki valaki. Itt csak a csuka és a fogassüllő található meg. Ezek mind nemes halak, a csukának 30 centi, 40 centi, amire a fogassüllőnek 30 centi, és a helyi horgászok körömmel horgásznak itt, ugyanis nagyon sok süllő, fogassüllő van a nagyobbik tóba, a kisebbik tóba inkább csukákat telepítettünk ide a horgásztóba fölülre. Mindhárom faj őshonos hazánkban. A fajok jellegzetességeiről, természeti értékéről, élőhelyi igényeiről és elterjedéséről a Magyar Haltani Társaság honlapján lehet tájékozódni. A süllő és a csuka is egyaránt ragadozó hal. Az őszi szezonban ilyenkor a horgászok gyakran felkeresik a vizeket pergető, illetve műcsalis módszerekkel ezekre a halfajokra. Mind a két hal méretkorlátozása és tilalommal védett. Tavasszal van nekik az ívási időszakuk, ilyenkor a jellemző horgászati időszakuk van. Az év halára december 31-ig lehet szavazni a Magyar Haltani Társaság honlapján. Hogy az idei győztest, a vörös szárnyú keszeget melyik váltja jövőre, január első napjaiban hozzák nyilvánosságra.